Nem zavarlak, mert ugye is volt irány, nekem már a végén van. Kinek megyek én meg? Igen. Tessenek ide nézni. Tusolj, díjemelés, vagy valami. Még tessen. Várjatok, mi lesz még? Jön egy huszár. Több telefon is. Na ez olyan. Na várjál akkor. Gyere. Siess. Itt a zászló ünnepen, itt ezen a trianoni gyásznapon. Úgyhogy szeretnénk megkérni mindenkit, hogy kezdjünk el berendeződni kettes oszlopba. Itt majd a barantások és a vitézi rend szervezői segíteni fognak nektek. Kettő oszlopot kellene alkotni. Egyik oszlop a piros szín mögött, második oszlop pedig a zöld oszlop vonalában. Úgyhogy szépen arra kérnék szépen mindenkit, hogy kettes oszlopba rendeződjünk föl, álljunk föl szépen a vonalra, az egyik asztalán pont a záróvonal. Túl. Jó? Kérek szépen mindenkit, aki még esetleg az opera előtt állna, vagy a másik sávban állna, hogy gyönyörűen itt ebben a két oszlop már elkezdett kirendeződni. Következő kérésem az lenne, hogyha megvan a kettes oszlop, hogy szépen mindenki egyesével álljon föl, mert meg kéne tudnunk számolni az embereket, illetve el kéne tudnunk rendeződni is, úgyhogy egyes oszlopban, libasorban legyenek szívesek fölrendeződni, ne álljunk tömegesen egy oszlopban. Köszönjük szépen a segítséget, bármilyen információ van, rendelkezünk még. Köszönöm. Szó után jó napot kívánok a kedves zászlóvivő társaságnak, barátainknak. Köszönöm türelmüket, mert amikor itt több ezeren vagyunk, akkor nem könnyű sorba állni és egymás után beállni, és ez nagyon nagy türelemre van szükségünk, és ezt előre is köszönjük, és majd a menetben. Higgyék el, nem az első eset, aki még most van itt először, talán nem tudja, hogy az egyik legszebb séta vár ránk. Amikor az ember az Andrássyton végigmegy autóval, biciklivel kevésbé, de inkább busszal, akkor nem igen nézi, hogy milyen gyönyörűséges út ez. Úgyhogy amikor a zászlót viszik, akkor nézzenek majd körül, hogy milyen csodálatos épületeket tudtak ide tervezni az operától egészen a Hősök teréig. Ezt a pár szót most azért mondtam el, hogy a hangosítók tudjanak alkalmazkodni ahhoz, hogy hallják, ha nem is mindenki leghátul, de azt, amit én mondani szeretnék, nem az első alkalom, tehát az, hogy a zászlóviterre itt sor kerül. Wittner Mária, az nemrég elhunyt 56-os hős asszony mondatát szeretném kezdetben idézni, aki azt mondta, hogy a zászlónk kifejezi nemzetünk erejét, lendületét, a hűséget, erőt és reményt mindannyiunk boldogulásáért. És mi együtt, összetartozva érezzük ezt, és ezért vagyunk itt. Ezért az összetartozásért, amit szeretnénk demonstrálni, és azért, hogy ez alatt a másfél-két óra alatt, amit együtt töltünk, kikapcsolódva a hétköznapok problémáiból egy picit gondoljunk arra, hogy hova tartozunk, kikkel élünk együtt. Ezt az induló
pár pillanatot szeretném még arra felhasználni, amíg rendeződnek a sorok, hogy két embert kérek a színpadra. Elsőként Hut Gergelyt, a Pesti Srácok politikai portál, hírportál főszerkesztőjét, megálmodóját, társelnökét, hogy köszöntse a jelenlévő kedves vendégeinket. Gergely, tiéd a mikrofon. Köszöntöm és üdvözlöm Önöket, és nagyon jó látni, hogy ilyen sokan összejöttünk a nemzetnek, sok fia és lánya, akiknek fontos az összetartozás, és fontos ez az ország. Itt nem látják elő, de már egészen a Deák térig tart a sor, úgyhogy biztosan leszünk elegen, hogy az 1848 méteres trikolórunkat megfogjuk, és kövessen bennünket a székely zászló is, amely egy nagy egységet képezve kokárdát von majd a hősök terén. Pünkösd után, a csíksomlyói búcsú után Románia külügyminisztere tiltakozását fejezte ki Novák Katalinnál, amiért köztársasági elnökünk a székely himnusz egy sorát idézte Facebook oldalán, mellé egy fotót mellékelt Csíksomlyóról, ahol magánemberként vett részt zarándokként a szertartáson. Ne hagyd el veszni Erdélyt, Istenünk, ezt idézte Novák Katalin, és ez váltotta ki a román kormány haragját. Márpedig nem hagyjuk elveszni Erdélyt, és nem hagyjuk elveszni a határon túli nemzettársainkat, hiszen mi egy nemzet és egy ország vagyunk. Ugyanakkor nem mindig teljesen egységesek, hiszen volt, aki a román kormánnyal értett egyet ebben a kérdésben. Nem érdemli meg, hogy egy ilyen fennkölt eseményen idézzük a nevét, de annyira jellegzetes, amit csinált, hogy muszáj Havas Henriket idéznem. Havas Henrik azt állította Novák Katalinra reagálva, egyetértve Románia külügyminiszterével, hogy egyébként ő a székely himnuszt csak szekusoktól és belügyesektől hallotta énekelni. Havas Henrik nyilván nem volt ott soha Csíksomlyon, nem volt ott sehol máshol a nemzeti ünnepeinken, a családi összejöveteleinken, szertartásainkon, ahol az egész Kárpát-medence összetartozását is érzékeltetve mindig elénekeljük a székely himnuszt. És el is fogjuk, ha tetszik Havas Henriknek, ha nem. És hát nem csak az a 300-400 ezer ember énekli együtt, aki ott van a csíksomlyói nyeregben, hanem ott vendégeskedhettem egy piciny homoródmenti faluban, Székelyföld szélén, Homoródújfalun, Pünkösd után. Meghívtak az unitáriusok az ősi templomukba, ahol alig 300 székely zúrvacsora szertartását tartotta. Gyerő Attila tiszteletes, nagyon megható szertartást tartott, elmesélte azt az anekdotát, azt a legendát, amikor a jóisten a magyar kisfiúnak és a székely leánynak ajándékozta oda a Kárpát-medencét, majd abban a gyönyörű napsütésben a gyönyörű székely hegyek között megálltunk a templomkertben, és előzőleg elhangzott a székely himnusz, és akkor a fiatal és idős székely embereknek is, nem csak nekem, a szemünk könnybe lábadt, hiszen nekünk jelent valamit ez az ország Havas Henrikkel szemben, vagy éppen Molnár Csabával szemben, akinek volt arca 2004. december 5-ei gyalázatos kampányuk ellenére ma megszólalni, és a nemzet egységét követelni az összetartozás napja alkalmából. Bizony, mi ezeknek a hazaárulóknak nem bocsátunk meg soha, és inkább vagyunk egy kicsit kevesebben, de ők nem fognak közénk tartozni soha. Sem ő, sem Gyurcsány Ferenc, sem Dobrev Klára, sem a többiek. Akiknek volt arcuk 2004. decemberében, egy amúgy is nehéz időszakban, a kettős magyar állampolgárságról szóló népszavazás kampányában egyfajta
tolvajként bemutatni határon túli testvéreinket. Ne fizessünk rá a kettős állampolgárságra, ez volt a hazaáruló és gyalázatos plakátjukon. Ne felejtsük el soha ezt nekik, és hát mivel nem egyházi személy vagyok, ezért azt is mondhatom, hogy ne is nagyon bocsássunk meg, vagy ha igen, akkor nagyon erős feltételekkel. És azért az, hogy mindez ne fordulhasson elő többé, azért a magyar emberek, akik mindvégig kitartottak 2010 előtt, mindvégig kitartottak 1956 leverése után, vagy a 1945-47 a kommunista hatalomátvétel után, és főleg akik kitartottak magyarságuk mellett 1918-1920 után mindvégig, ők mutatják, hogy ez a nemzet nagyon erős. Mondhatni, hogy elpusztíthatatlanok vagyunk. Lehet, hogy mi leszünk itt legtovább ezen a földgolyón. Ezzel kell elkeserítenem Havas Henriket, Dobrev Klárát, Gyurcsány Ferencet, Molnár Csabát és a román külügyminisztert egyaránt. De azért azt se felejtsük el, hogy bár sokfélék vagyunk itt a nemzeti oldalon, és ez így helyes, itt vannak például Budaházi Györgyék is, akik aztán igazán sokat tettek ezért a nemzeti összetartozásért a legnehezebb ellenzéki években is. De sokféle jobboldali ember van, és azért itt muszáj és érdemes méltatni Magyarország kormányát, amely úgy válaszolt a gyurcsányi gyalázatra, hogy első tettével 2010 legelső országgyűlésén, a győzelem után elfogadta az újrahonosításról szóló törvényt, és így több mint 1 millió magyar nemzettársunk élhetett azzal, hogy újra formailag és jogilag is hozzánk tartozzon. Tudjuk jól, hogy rázkódik és reng a világ körülöttünk. Országok tűnhetnek el, bomlanak fel, agresszió, háború van mellettünk, és nem csak Ukrajnában történik ez, hanem ha megnézzük, most éppen Koszovóban próbálkoznak egy háború kirobbantásával, és akik ilyen mesterterveket szőnek, az ő étlapjukon Magyarország is szerepel. A magyarság összeugrasztása a Kárpát-medence nemzetiségeivel. Ezzel tisztában kell lennünk, és nem dőlhetünk be ennek az uszításnak. De arra is figyelnünk kell, hogy ez a megváltozó világ lehetőséget is adhat nekünk. Lehetőséget teremthet Trianon meghaladásához. És búcsúzóul engedjék meg, hogy egy nagyszerű ember, néhai Kelemen Levente, oklandi székely tiszteletes szavait idézzem. Ő az az ember, aki 2004. december 5-én Szász Jenővel együtt úgy gondolta, hogy a magyar emberek nem árulták el a határon túli magyarokat, gyurcsányék árulták el. Ezért elkezdtek tiszteletbeli székely címeket osztogatni azoknak a kis magyarországiaknak, akik továbbra is tesznek az együttműködésért. Egy hihetetlen erős közösséget építő ember, aki sajnos betegségben pont a 100. évfordulón eltávozott közülünk. Nagyon sokat tett a székelyek összefogásáért, a megmaradásért. No, ő adott nekünk, a pesti srácoknak egy interjút, nem sokkal halála előtt, az egyik utolsó interjúja volt 2010. június 4-én. Ezzel a címmel: ez nem maradhat így, valaminek egyszer változnia kell. Így fogalmazott: azt szeretném, ha minden otthoni, anyaországbeli testvérünk úgy tekintene a trianoni döntés évfordulójára, mint ahogy nagyapám tekintett. Ő részt vett az első világháborúban, majd a másodikban, 3 fiával, és 95 évesen, mielőtt meghalt 1985-ben, még azelőtt azt mondta: fiam, ez nem maradhat így, valaminek egyszer változnia kell. Ezt a reménységet adta át nekünk. Én azt kérem, hogy ahogy ő ezt átadta nekem, próbálják meg 100 év távlatából is gyermekeik, unokáik szívébe beírni, belevésni azt az érzést, hogy a szétszakítottságunk ellenére is mi,
határon kívüliek és az anyaországbeliek összetartozunk, mondta Kelemen Levente. És legyen meg az ő igazsága, legyen meg a mi igazságunk, ez nem maradhat így. Hut Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét hallották, tisztelt vendégeink, és most néhány fontos információ következik attól a barátomtól, aki ezt az egész zászlóvilést megálmodta, mint ahogy a magyar zászló ünnepnapját is megálmodta. Fogadják kérem a színpadon szeretettel a néhány fontos technikai információt is közreadó Szilágyi Ákost. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Még mielőtt én néhány szót szólok, valaki el szeretné mondani a magyar hiszek egyet önöknek, mindannyiunknak. Fogadjuk szeretettel. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Na, köszönjük szépen. Nekem nem maradt más, csak egy technikai információ, és az, hogy mindenkinek nagyon jó napot kívánjak, és sikeres zászlóvitelt idén is. Mindenkit arra kérnék, hogy ezt a bizonyos harangozást, ezt amennyire lehet, próbáljuk meg sikeresen elvégezni. Ehhez, aki még nem töltötte volna le a harangszót, a harang.info oldalról, azt tegye meg akár menet közben is. Legyen készen a telefonban a letöltött videó, mert ugye félkézzel kell esetleg majd ezt kezelni. És akkor egy gyönyörű élményen leszünk túl, hogyha ez a 16-32-es harangozás ez meg fog valósulni. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok még egyszer. És akkor indulunk, itt a két sor megkerüli a teherautót, aki még nem járt, és nem volt zászlóvitelen, és a két oldalról a két piros és a zöld szín kézbe fogják adni, és elindul a zászlóvitel. Köszönöm szépen! Megyünk rá a felezőre. Felező lesz a közé? Thank you.
utat. Szia, szia. Hello. Szia, Annika. Szia. Jó napot kívánok. Köszönöm. Sziasztok! Jaj, nem kellett a bot. Hello, sziasztok! Sziasztok! Hajrá, Veres Egyháza! Hello! Ja. Peti! Igazából, hogy igazad van, azt mondom vissza, hogy mindent vissza.
Napot kívánok! Honnan fújt a szél? Ja, innen. Fölkapta. Igen.
Kérdezhetem, hogy milyen rendezvény? Hát ugye egyrészt Trianon, Bakın abi.
A hősök terén, igen, a hősök terén elmegyünk, ott a kokában ott Thank you.
Elég lesz az ember? Nem biztos. Ritkítsuk már. Most kapcsoltam be. Egy óra óta itt már. Minden könnyebb egy kicsit. Tibi, fehér vonalon kell menned. Juci, Mariam, nézzetek ide. Juci. Ez milyen tétel? Az ő füzetni kell. Ja. Mármilyen. Főmögött.
Hogy nem kellett a bot. Hello, sziasztok! Sziasztok! Hajrá, veres egy házat! Hello! Ja. Peti! Thank you.
Kis széket kellett volna hozni. Nagyon sűrű voltunk, amelyen is ugyanaz volt. Jó,
napot kívánok! Kérdezhet, hogy milyen rendezvény? Hát ugye egyrészt Trianon, Jó, megfászom a fülét.
neked! Igen, a hűsös terjék elmegyünk, hogy csak kokárba lesz kínálva. Köszönjük szépen!
hogy meglegyen a még lesz az ember? Nem biztos. Ritkítsuk már. Időben? Mikor? Van mostan. Ja, most? Most kapcsoltam be. Egy óra óta itt már. Könnyebb egy kicsit. Tibi, fehér vonalon kell menned. Fehér vonal. Juci, Mariam. Nézzetek ide. Juci. Jöttek egy kicsit hátrébb!
Sűrűen vagytok. Sűrűen vagytok itt a nyitva. A kislánynál nincs semmi. Van is nekem ilyen véleményem, mert az operaház előtt itt volt.
Ez egy cép, induló, kész. Vagyunk. Aki itt van, az számít. A többi az engedjük. Igen, de úgy van vele az ember, hogy... Állj! Megállj! Megállj! Ő is indul. Sötét adó. Na, én azért hívom, hogy sötét adó, mert így sötét adó. Thank you.
Azt mondják, ritkuljunk. Kérem, még főkülön, hogy is tekintünk. De azt van összetekkel. Majd mindjárt folyam. Kicsit maradjunk le. Kicsit maradjunk le. Engedni kell a zászlót előre, hogy legyen elég ember hátra szám. Hogy át kicsit úgy kell, ugye 50 méter maradt. Igen.
ki már, ugye? Majdzen. Jó, oké, csak olyan ennyi van még. Szóval megyünk, és akkor utána kezdjük folytatni. Thank you.
Hát a balanságú azért tényleg okos nagyon. Thank you.
Nem voltunk mi, de jöttünk. Nem, mi kevesen voltak. Ugye. Egyesületem tagjai viszik az ász. Nem, 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 nem
kis zászlóval. Melyik az? Amit a vállán viszont Trikolóra, két vitéz. Vajdúzi halkói. Olyan zaj volt, hogy a
de, hát mondjuk tulajdonképpen minden intézmény. A iskola, a óvodás, Thank you.